Halló, ez itt a Star Trek Online következő csinos kis része, és most következik a titkos parancs. Parancsok. Többes szám. Sorry. Szóval, hát a csillagflotta hírszerzés éppen megtalált minket. Nem mindegy, igen. Commander Burgess, Starfleet Intelligence. There's something I'd like you to look into. It could change the course of the war in our favor. Örülök, hogy a szinkron felmondásokat én megcsináltak, tehát úgy értem, hogy több küldenek ilyen rendes felolvasásról, meg a karakterek, tehát hogy voice line-ok, vagy hangszövegek, vagy hogy mondjam, beletek felmondták. Tehát az elég, hogy sokkal élőbbek a karakterek, beszélnek, tehát elmondják a szöveget, meg mit tudom, szóval sokat javult a játék az utóbbi években. Okay. Admiral Quinn says you're the right officer for this job. That's true. Én vagyok a legjobb. Briar Patch, várj már. Nem ott volt a Riker manőveres fasság? De. Kéne valami jó kis hajót venni. Az Excelsiornak a modern változata. Ez meg úgy néz ki, mintha valami a Babylon 5-ből jött volna. Arbiter. Ez is jól néz ki. Nekem az Tier 5-ös izékén a valamelyik Operation Cruiser minimum. Tehát 2005 7005-be kerül, vagy a bundle-ben 3-5000-re. Nem mondom nektek. De már 5000 zen. Látjátok? 45 euró. 45 euró 3 kibaszott hajóért. Hát, ja. És akkor így kezdődjék a munka. Rókamentes munka 90. Vagy volt rókamentes munka 98 óta, vagy valami ilyesmi. Nem. Érkeztünk. Ő lesz majd a Voyager-nek a első tisztje. Parancsnok helyettesi rangba, már akkor. Igen, ő az. Csak azt nem értem, hogy nekit miért nincs voice line. Önreplikációs. Hát vajon honnan szerezik az... Honnan szerezték az ötletet? Ja, megvan. Rom. 4 kilométer. Most hagyjuk. Mindent a hajtóműre. Na, ezzel a boost-tal már egész jól megy. Hű, de még hogy? Ez így elég óp, ez a Bozeman hajtómű, várjál? Tírhanyas, kettes. Ó, ki kéne cserélni a hajtóművet. Tír 4-esre, mert ez a Bozeman hajtómű, ez a... áprilisban volt tavaly egy event, amiben egy hajtóművet lehetett kioldani, ha megcsináltad X napon át azt a fasságot. És elég jó ingyen hajtómű, mert ő... Mert hát... Na mindjárt mondom, várjál. Az a lényeg, hogy... Ha kitörlöd és lekéred újra, akkor az aktuális szintennek megfelelőt kapsz. Ami jó, mert ő nem kell upgrade-elni, csak hanem törlöd és veszel másokat. Ingyen.
A hátsó türetek is elég jók. Mész, mi ez, rohamosztagos? Jó, van, teljes impulzus. Várj, teljes impulzus nincsen itt. De elértem 29 impulzust, ami nem rossz. Legalábbis itt. Oké, ez megvan. Hagyat értek, nézzük meg. Érdemes megnézni, abszolút. Mivel hát itt van egy kutatóbázis. Na lássuk csak. Semmi kár. Na mindegy, akkor várja. Jó, várja. Nem tudok úgy várja, előrébb kell manőverezni. Aha, becéloztak. Oké, megyek közelebb. Elég érdekes helyre van építve a bázis. Rossz mozdulat, az felrobban a picsába. Jó van. Gyere nyugodtan. Lehet kompenzálnom kéne a sok engineert, mert az én engine... Az várja. Lehet, hogy... Várja. Két taktikai van. Hát... Na mindegy, menjünk. Várja. Két taktikai? Várja. Piros a taktikai, sárga a mérnek, legalábbis tos. Caroline Fletcher, át kéne színezni velem. Nem. Tamovot át kéne színezni. Mert hát más koszínek. Már. Haló? Mi újság? Nem erre kell menni. Ídesre. Ó, igen. Oké, azt hiszem győztünk. Ki kell használni a pánikot.
Imádom a minigunt. Baszki, akkor segítünk, akint tudunk. Na, rajtad is. I'd be happy to tell you what I know, but ask, I'm an independent researcher. Word got out that an interested party was paying a lot of latinum for simple. There used to be about 20 of us working on various projects. As people complete, the Klingons are planning something big. They want a weapon that can punch through solid neutronium, which is impossible. And they keep talking about torpedoes with payloads big enough to destroy a small planet. Csodás, klingonok és szuperfegyverek. Ezt a kettő dolgot nem akarod hallani egy mondatba, hogy klingon meg szuperfegyver. Mert az nagy bajt jelent. Mármint, hogy tényleg nagyot. Oké. Tudom növelni a... Felnyomom csutkára ezt is. Lehet, hogy újra kell indítani. De most is már jól néz ki, szóval. Limitálni a frémet. Menjetek már picsába. Nem néz ki a rosszul. Nekem oké. Gak. Kéne szereznem azt a rajszás vagy valamilyen fajta szemüveget. Mert hát no. Igaz, hogy könnyen lehet gyógyítani a látás dolgot, főleg így a 25. században, így a Star Trek Online-ban, de menjétek ki és intézzétek el. Óvatosan, mert neked jön, akkor az elég durva mill damage-et csinál, szóval így óvatosan. Amúgy azt nézem, hogy ezek a torpedók eléggé hagyományos kinézetűek, tehát ez a tényleg Star Trek Enterprise stílus. Ahogy az a vicces, hogy a Star Trek Enterprise a harmadik évad után lett csak Star Trek Enterprise-nak nevezve. Addig csak Enterprise volt. Érdekesség.
Oké, ezek itt vannak. Jobban örülnék egy turretnek most. Úgy bazd meg, rakod a pajzsot össze-vissza. Ó, de jól néz ki ez a látvány, ez a kék búrék, pajzs, minden. Oké, megyek is. Elkapjuk őket. Ősen gondolom. Az milyen jó isten volt az a Klingon utánzat. Ez egy Klingon. Te kísérlet ezzel szuper fegyverekkel, azt hagyja már. Elkaplak, gyere csak baszki. Na, azért. Ott van, azt kell elkapni. Egy megvan. Hol ez a kis nyomorult? Ott van. Van 50. Hogy a picsávat torpedó célt évesztett. Oké, ez kész. Most. Jó van, oké. Tűnjünk innen. Ez jól nézett ki. Csak ez mi a halál, jó isten? Kurva égjelhez. Oszt, meg ez mi bazd? Na. Oké. For that weapons research the Klingons were conducting, Starfleet has some of our best people analyzing the data you recovered. We'll find out what Bavat and his people were doing there soon enough. There's a lot more intel to analyze, and I suspect we'll be working again soon. Klingons don't tend to think small, and we'll need the best we can get to deal with Bavat and his... Machination? Na mindegy, az a lényeg, hogy megsemmisítettük az a fegyver bizét, és hamarosan elkapjuk. És akkor a végítélet, végfegyverét, hogy mi az a Doomsday. Mit használjuk rá? Ítélet napja, vagy milyen fegyver, ami a tos rész, tos
egyik részében is megtalálható volt, az azt hiszem, az következik. Begyűjtöm a jutalmat, ami nem más, mint... Neutronium páncél legyen. Nem, Doomsday Device, az most nem. Ez milyen páncél? Ez monotánium. Ez meg... Hát... Köves... Esine. Csak 7,5, de mindenféle damage. Azt mondom, hogy jóló. És ez meg... Nem. Várjál. Kitöröljük ezt a hajtóművet. Nem fejlesztük... Discard. Nem ezt akartam, várjál. Special item and logbox. Amúgy itt lehet venni kurva drágán. Kópokat is lehet venni kurva drágán. Nem, nekem ez kell. Bozman hajtó, mi? Folygák, bazog, mennyi ne. És... Itt van. Tier 4-es. Na, ingyen. 73 ilyen vaszkom van, és 900-ba kerül egy hajó. 200-300-ba meg berendez, itt van 200-ért. Tehát én inkább ezt megtartom, és... Majd egyszer kigyűlik egy... Ez a Mach Raider, ez nem ér 900-at. Ami engem érdekel, az mondjuk egy, vagy egy ilyen... Ja, vagy időhajó, vagy... Nem. Ezt a Kelvin Dreadnought-ot, ezt a Vengeance-t. Jaj. Az sem lenne rossz. De a kibaszott Enterprise maxos szintű, azt azért lootbox. Nem veszek semmit, ha jóra gyűjtök. Na az a nélkül, hogy csak egy rohadt sokat gyűlik ki. Na. Hát igen. Viszont ezekből kéne új. Mert hát kettes szintű cuccosok is mindjárt parancsnok vagyok, szóval... Ja. Még egyelőre oké. Damage-el kárpótolom, kompenzálom a dolgot, de parancsnoki szintnél be kell szereznem. Jobb set dolgot,
Na igen, szóval ennyi lenne is mindenkinek. Nagyon köszönöm, és akkor így a legközelebbi dologig, meg ilyesmi, meg szóval, na, hallom.